Élt egyszer egy agyafúr nyúl, aki állandóan azon mesterkedett, hogyan tudna munka nélkül élelemhez jutni. Egy napon éppen a háza előtt napozgatott, amikor meglátott szekér elől kifogott szamarat. A kocsi roskadásig volt zöldségekkel, pölműves pedig a közelben ebédelt. A nyúl oda sonfordált a szamához, és így szólt hozzá. A te gazdádnak aztán jó étvágya van? Biztosan téged is jól tart? Á, felelte a szamár. Éppen annyit ad, hogy tudjak dolgozni. Ez nagyon szomorú. Most nem lát? Hozzád csak a szekéről néhány sárga répát megkáposztát. Tegyük el, hogy máskor is legyen. Észre fogja venni, felelte a szamár. Dehogy. Elrejtjük őket a házamban. Amikor legközelebb erre jársz, odaadom neked a részemet. A buta szamár beleegyezett, a nyúl pedig mindent behordott az ébréskamrájába, és nem is tudta elő az órát, mindaddig, amíg egy másik szegény csacsi nem járt arra, hogy őt is kihasználja.